éppen egy állami anyakönyv kötetet lapozgat, ez az önkéntes kutató a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár családkutatói sarkában. Az intézményben azt szeretnék, hogy a következő hetekben minél több tanuló lépne be hasonló szándékkal, hogy többet megtudjon szeretteiről. Ehhez hirdették meg a 7. Ziglen című felhívást. A jelentkező diákoknak egy legfeljebb 20 fotóból álló prezentációban kell bemutatniuk családjuk 3 generációjának történetét. Elsősorban gyerekeket kívántunk megcélozni, rámutatni arra, hogy nem csak a boltba lehet betérni és vásárolni a nagyszülőknek, dédszülőknek ajándékot, hanem lehet egy olyan kis családfát csinálni, ami biztos, hogy örömet szerez mindenkinek. Azt reméljük, hogy a fiataloknak is miközben kutatnak, illetve azoknak, akiknek az ajándék készül. A szakemberek azt javasolják, érdemes a legalapvetőbb dolgokkal kezdeni, beszélni a rokonokkal, régi családi fotókat keresni. A levéltárban aztán szakemberek segítségével újabb érdekes információkhoz lehet hozzájutni. Egy belső online rendszeren keresztül a megye bármely településének egyházi kivonatai elérhetőek. A cél az, hogy a fiatalok akár hosszú távon is kedvet kapjanak a kutatói munkához. Több lehetőséget is kínálunk a gyerekeknek. Az első lépés, hogy sétáljanak el a levéltárba, akár a családjukkal, akár az iskolájukkal, és ismerkedjenek meg azokkal a forrásokkal, amelyből lehet pótolni mindazokat az adatokat, amelyeket otthon nem tudnak összegyűjteni. Mert hogy az első lépés a családkutatásban az az, hogy beszélgetni kell a szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal. Most ugye a Mindenszentek és a Halottak napja is egy olyan alkalom, mikor egy kicsit jobban előtérbe kerül a család, a családtagok, hova mentek, mit csináltak, mikor születtek, kivel házasodtak. És azt reméljük, hogy erre igyekszünk rá beszélni legalábbis a gyerekeket, és azt reméljük, hogy mindez felkelti az érdeklődésüket, és saját családjukat megismerve egy kicsit az identitástudatukat is erősíthetjük. A 7. Ziglen című felhívásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár e-mail címén lehet regisztrálni, a legjobb prezentációt beküldőket pedig értékes könyvjutalomban részesítik.